Sziasztok! Itt a Lakiteleki Pillanatok című sorozatomon kezdtem el dolgozni. Lakiteleken egy kiállításra készítettem több képet, és megtiszteltem azzal a lakitelekieket, hogy különböző helyi eseményekről készült festményeket is betettem a kiállítás repertoárjába. Itt éppen egy születi felvonulásról készített pillanatképet festek. Itt elkezdtem a háttérrel, a háttéren dolgozni. Itt egy nagyon szép, nagy fa van a háttéren, egy autó, és ott látszik, ahogy valaki elgyalogol a háttérbe, és amik messze vannak dolgok, azok igazából nincsenek kidolgozva, jelképesen és homályosan látszanak csak ott a háttérbe a személyek. De annyira jól néz ki egyébként, ahogy ott a fa mögött egy villanykaró is Ábrázódik. Nagyon ö, jól áll a képnek ez a, a, ez a villanykaró egyébként, és ö, az, az is nagyon ö, látványos, ahogy a fának a lombjaiba megjelennek ezek a sárgás, barna, zöld színek, és olyan gyönyörűen meg lehet jeleníteni, ahogy ö, vibrálnak a növények, a háttérben És most kezdtem el itt dolgozni ezen a ö, lovas fogaton, és a rajta ülő embereken. Ö, három személy látható ö, ezen a fogaton, és amúgy nagyon látványos ez a piros ö, kocsi, amit húznak a, a lovak. Olyan szépen kiugrik a képből ez a, ez a szép piros, ö, nem is tudom, hogy hintó vagy kocsinak nevezik, igazából nem értek ehhez, de nagyon jól néz ki. És most ö, közelítek itt a lovacskák festéséhez, és ahogy látjátok, annyira szépen látszanak az árnyékok, ahogy a fény a Kocsi és a lovak árnyékát a padlóra teszi. Amikor ö, ilyen árnyékokat festünk, attól olyan jól, olyan jól meg tud ö, mozdulni a kép, és annyira élővé teszi. Úgyhogy soha ne felejtsétek el, hogy nagyon fontosak a, egy képen az árnyékok, és figyeljetek oda rá, hogy, ö, hogy tegyetek oda árnyékokat, és úgy állítsátok be a képeiteket, hogy megfelelő fényárnyék legyenek, hogy igenis legyenek a képen sötét és világos foltok, mert ezzel tudjátok, ezekkel tudjátok.